A farsangi szezon végén, február 25-én rendezte a helyi katolikus közösség farsangi báját, melyre több mint 150-en érkeztek. Az állarcos felvonulás ezúttal is elmaradt, de cserébe remek, humorban gazdag programot kapott a nagy érdemű ajándékba. A vidámság, a jókedv egy alapvető dolog, hiszen nem véletlenül nevezzük Krisztus örömhírét is evangéliumnak, jó hírnek. A keresztény embernek mindig van oka annak, hogy örüljön, nem csak akkor, amikor egy jó hangulatú estén együtt vagyunk, hanem egész életünket a keresztényi öröm és a derű sugározza. Elsőként Szilágyi György 1976-os nagy sikerű rádió kabaréjának remake-jét láthattuk, ha nem is a klasszikus, de mindenképp egy remek stáb előadásában. Szervusz, kislány! Én már nagylány vagyok. Mit tetszik megint árulni? Almán! Nagyon egészséges! Tisztítja a fogókat! Fogatat! Ide az van gépelve, hogy fogókat. Javítsa ki! Sopárka, adja oda a javított szöveget, mert én nem tudom, hogy mit csinálok. Sopárka, hol a javított szöveg? A Batyusbál hangulatát a Matrix zenekar muzsikája is emelte, a tánc és a mulatság egészen hajnalig tartott. Volt tombola is, melyre a jegyek igen jól fogytak, azok bevételét a gyermekek nyári táboroztatására fordítja majd a helyi katolikus közösség.